Üdvözlök mindenkit! Én Anett vagyok, és itt van velem Acsa! Sziasztok, és ez itt egy újabb kérdezfelelek videó! Kitettünk egy képet Facebookra, hogy tegyetek fel kérdéseket, és nagyon sok kérdéset, de ebből csak párat válogattunk ki. Úgyhogy most meg is válaszoljuk őket. Anett, tőled ez lenne a kérdésem. Reggel sétálva még suliba, és hány legjobb barátnőd van? Igen, sétálva megyek, és... ő az egyik legjobb barátnő, ez itt jó. Aztán van a Petra, akit ismertek, és a Vivi. Hello. Uno, dos, tres. Na, Paula ezt ugye tőlem kérdezi, hogy szeretnél másik kutyát? Hát így egyedül nem, de tervezünk kutyát a Bencével. Aki én leszek. Jézusom! Jó, valamit, ha te szeretnél az lenni. Pont most írtam, úristen! Ha lenne egy másik kutyát, hogy hívnád Cukulemon? Anett lenne a neve, egyértelmű. És a közösség mi a kedvenc kutyafajtátok? Nekem a német juhász. Nekem a német dog az egyik, meg a mops. Jajjaj, egy szuktyi! Meg Anett. Én vagyok a legjobb kutyafajta. Ha lenne rengeteg pénzetek, ami nem fogyna, és akármit csinálnátok, nem változnátok, akkor mit tennétek? Ha úgy értettem... ugyanazt, amit most. Úgy értettem, hogy nem híznátok meg ilyesmi. Hát ennénk. Hát akkor én degesz a szabálnám magam minden nap. Úristen. Hát mert akkor... bejárnánk az egész világot. Mindent megennénk. Minden országot betűnök. Az egész földgömböt veszem, és én kurulok. Az univerzumban. Ja. Nem a föld lesz, hanem olyan, és az a bolygót. Paula, mit reagáltál, amikor Anettet elhagyta a fiúja? Hát én alapból nem kedveltem azt a srácot, és mondtam Anettnek, hogy ez így nem lesz jó. És hát igen, hát haragudtam arra a srác, hogy nyilván, de hát most nem tudunk mit tenni. Ő így döntött, el kell fogadnunk, és örülök, hogy Anett tök jól feldolgozta már. Főleg, hogy sokat segített. Igen, próbáltam. Anett, mit gondolsz Paula és Bence kapcsolatáról? Természetesen örülök nekik, mivel Bence nagyon aranyos, és Paula is nagyon aranyos mindketten. Nagyon szeretik egymást, és végre örülök, hogy normális fiút talált. Eddig nem találtam egyet sem. Anett, neked van hódolód, vagy van már pasid? Ez egy gyors váltás lenne akkor, hogy... nincs. És szerintem hódolom sincs. Én vagyok a hódolója. Na, de Bence féltékeny lesz. Sss, ezt nem tudjad, nem nézni. Remélem. Hello! Bizu! Hello! Hello! Paula, szerintem meddig fogtok együtt lenni Bencével? Ez nem egy YouTube videó, ami ütemezetre van beállítva. Hogy majd ekkor nem leszünk együtt? Nem tudom, szerintem sokáig együtt leszünk, ahogy így... látjuk. Te mit gondolsz erről? Szerintem is sokáig együtt lesztek. Már a videóban látszik, hogy tök jó kijönnek. Anett, féltékeny rád, hogy Bence a pasid? What the fuck? Miért lennék rá féltékeny? Nem értem amúgy. Nem mindig. Van újévi fogadalmatok? Nekem nincs. Nekem sincs, mert úgyis tudom, hogy úgyse tartottam volna beszólni. Úgy igen. Mi lett volna a nevetek, ha fiúk lettetek volna? Ezt már egyszer, vagy kétszer, vagy 800-szor elmondtuk. De azt hiszem, én vagy Alex, vagy Milán lettem volna. Én Kain. Most gondoljátok be, Kain szemben, Alex vagy. És Kain itt ül. Alex és Kain. Na, nem is lenne olyan rossz az a fiú páros, figyelj. Van ideálatok? Neked? Hát... a legfontosabb az az, hogy legyen magas, mert mostanában minden fiú ekkora. Megsim, hello. Ja. Aztán, hát ugyanúgy legyen aranyos, meg kedves, meg minden, és közel lakjon, mert mindenki a világ másik oldalán lakik. Hát ugyan erről, ami nem tehetnek, de mindegy. Költözöl oda! Nekem csak egy ember van, aki számít, és egyik, úgyhogy most annyira nincs ideál. Hát ő az ideálja. Hát igen, ő.
Van közös kedvenc zenétek? Hú, nagyon sok van. Van egy külön lejátszási listánk, ami így a közös zenék, szóval rengeteg van. Úgyhogy, de pont egy nincs, ugye? Nincs. Mindegyiket szeretjük, amit így közösen hallgatunk. Igen. Mit kellene tenni ahhoz, hogy egy srác elmondja neked, hogy szeret? Ez aztán egy kérdés. Hát igen. Hát ha te is többet érzel, mint barátság, akkor vesd rá magad. Akkor oké, de hogyha nem, akkor meg kell vele beszélni, hogy friendzone, please. Ja, és hogyha nem tudod, hogy mit érez, akkor persze mindig célozgass, és akkor egy idő után talán megtudod, hogy hogy is érez. Mennyire laktok messze egymástól? Ezt is nagyon sokszor mondtuk. Igen. 4 órára lakunk egymástól. Igen. Igen. Szóval messze. Ezért nem tudunk ugye gyakorolni. Ezért nem tudunk ugye gyakran vlog videót csinálni. Mert ugye... Mert 300 kilométerre lakunk egymástól. Hát így nem tudunk sajnos. De amikor együtt vagyunk, akkor általában videózunk és kihasználjuk. Mint most is. Nem rossz, hogy így kevesebbet tudtok találkozni? Szerintem amúgy nem. Jó, hát szoktunk egymásnak nyilván hiányozni, de beszélgetünk, meg szinte 2 hetente jössz. Mert igen, ugye kell is. Úgyhogy így teljesen korrekt. Így pont jó, mert nem is unjuk meg egymást, de utána meg mikor találkozunk, akkor legalább mindig van téma, mert van mit mesélni. Igen. Szokott olyan lenni, hogy leszólítanak titeket az utcán? Ez igen, szinte már mindennapos, igen, hogyha megyek valahova. Most is a suliba vagy 10 kislány, oda jött meg 6 kisfiú, sőt még 10-esek is jöttek oda hozzám, a vonaton egy srác fölismer, utcán is felszoktak ismerni, és... Hát tényleg, én ma voltam venni mikrofont, és akkor a faszi, az eladó faszi nézett... Faszi? Az eladó faszi nézett, hogy te a Polla vagy, ugye? És akkor mondom, ó, igen, és felismert egy, nem is gyerek volt már, hanem az egy igen, idős faszi volt. Mit a megkisrác? És a megkisrác is felismert minket, hogy mekkora volt. Az aranyos volt, aha, nagyon. Tudjátok, így várni kellett a hamburgerre, és ő hozta ki nekünk, és így jöjjön, és így... Odaadja, tessék! Ilyen 10-15 perc múlva visszajön aláírást kérni. Aranyos volt. Na hát akkor ennyi lett volna ez a Kérdezz Felek videó. Így azért szűrtünk ki csak ennyi kérdést, mert írtozatosan sok az a kérdés volt, hogy mi a vélemény Anettnek, hogy én és a Bence együtt vagyunk, szóval mi a második kérdés ez volt. Ezért hát nyilván nem tettük bele őket, hanem próbáltunk kiszűrni pár olyat. Ami nem erről ami szól. Ugye nem erről szól. De reméljük ez is tetszett, hogyha tetszett, akkor adjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor a következő kérdezőkben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!